Önök hazudnak. Kíméletlenül és rendületlenül. Most éppen arról, hogy mennyi gyermek részesült idén nyári szociális étkeztetésben. Államtitkár úr még júniusban azt mondta, hogy 160 ezer gyermek után igényelnek az önkormányzatok nyári szünidei étkeztetéshez állami támogatást. A napokban érkezett írásbeli kérdésemre adott válaszában azonban el kellett ismernie 2 hónap után, hogy mindösszesen csak 140 ezer gyermek részesült étkeztetésben. Ugyanazon a napon, gondolom nem egyeztettek államtitkár úr, a Fidesz közleményben azt hazudta, hogy az ellátottak száma 208 ezerre nőtt. Tudjuk, nem az a baj, hogy hazudnak, azt már megszoktuk. Öntől már nem is várunk mást, államtitkár úr. Az igazi probléma az, hogy rászoruló gyerekek, akik jogosultak lennének ingyenes étkeztetésre, nem kapják meg a törvény szerint előírt kötelező ellátást. Tavaly még 144 ezer gyermek részesült nyári étkeztetésben, a tavaszi szünetben már csak 142 ezer, most nyáron pedig 140 ezer fő. Önök szerint ilyen mértékben csökkent a szegénységben élő gyermekek száma Magyarországon? Bizonyára tudjuk, hogy nem, hiszen mitől is csökkenne, amikor a legszegényebbek juttatásait az elmúlt 6 évben egy fillérrel sem emelték. Se a családi pótlékot, se a gyes, se a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény nem emelkedett. Se a szülőknek nem lett jobb, se a gyermekeknek. Akkor vajon mi változott? Hát elmondom, államtitkár úr. A jogosultak körének meghatározása. A tavalyi évig ugyanis a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek voltak a célcsoportjai a szünidei szociális étkeztetésnek, idéntől azonban már csak a halmozottan hátrányos helyzetűekre vonatkozik ugyanez. A két halmaz nem ugyanaz, az egyik 500 ezer gyerek, a másik 208 ezer gyerek. Tehát mi is történik valójában? A kormány és a Fidesz beszél, csak beszél, hogy a gyermekétkeztetésre több forrás jut, hogy mindennél többen részesülnek étkeztetésben, hogy 208 ezer gyermek kap szünidei étkeztetést. Eközben pedig azt látjuk, hogy valójában minden szünidőben egyre kevesebb gyermek a rászoruló önök szerint. Tehát államtitkár úr, kérdezem, hová lett 68 ezer gyermek a rendszerből? Miért nem jutott hozzá minden gyermek a támogatáshoz? Csak nehogy azt mondja államtitkár úr, hogy a szülőknek kellett volna kérni. Kérem, ne ezt válaszolja nekem. Mekkora központi forrásra lenne szükség ahhoz, hogy minden rászoruló gyermek megkapja a törvényben kötelezően előírt ellátást? Államtitkár úr, hova lett 68 ezer gyerek a rendszerből? Magyarázza meg nekem. Köszönöm szépen, elnök úr. Rétvári Bence, államtitkár úr, a szó. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselőasszony, tisztelt ház. Én csak 3 számra lennék kíváncsi, amire ön tudna válaszolni. Hogy a szocialista időszakban hány gyermek kapott a téli szünetben enni? 0. A szocialista időszakban hány gyermek kapott a tavaszi szünetben enni ingyenesen? 0. És a szocialista időszakban az őszi szünetben hány gyermek kapott ingyenesen enni? Az is 0. Ezekhez képest azt mondja, hogy most visszalépett a kormány akkor, amikor azt mondja a képviselő, hogy nem volt egy szegény gyerek sem a szocialista időszakban, ezért nem igényelt akkor senki. Milyen jó, hogy a szocialisták mindig igazat mondanak. Tehát ehhez a 3-0-ához képest most ebben a tavaszi szünetben, őszi szünetben és téli szünetben mi 208 ezer gyermek számára nyitottuk meg a lehetőséget, nyilván a gyermek szülei számára, hogy igényeljék ezeket a támogatásokat. Sőt, még a rendszert is az ő érdekükben megváltoztattuk, hiszen a korábbiakban a települési önkormányzatoknak kellett megpályázni és megszervezni ezt az étkeztetést. Most ezen változtattunk, és idén tavasszal körlevelet kaptak a jegyzők is, körlevelet kaptak a gyermekjóléti szolgálatok is, hogy hívják fel a jogosultak figyelmét arra, hogy most már közvetlenül igényelhetik, tehát semmifajta probléma nem jöhet közbe. Ha a polgármester hivatal adott esetben nem igényli ezeket a támogatásokat, a szülők a gyermekek után közvetlenül akkor is igényelhetik, és akkor is jár a szünetekben a gyermekeknek az étkezés. Ennek volt az köszönhető, hogy most már valóban sokkal többen, hogy pontosan mennyi, azt nyilván az év végén tudjuk önnek megmondani, hiszen az őszi szünet nem régen ért véget, pontosan mennyi gyerek igényelte, azt körülbelül látjuk, hogy a nyári szünetnek az adatai alapján, az otthoni igénylések alapján körülbelül 140 ezer szülőre, gyermekre számítottunk, hogy ennyien fogják igényelni, de ahogy mondtam, év végén látjuk meg ezeket a pontos számokat.
De érdemes azt a számpárt is egymás mellé állítani, tisztelt képviselőasszony, hogy mennyi gyermek kapott az önök idejében óvodás, bölcsödés korában ingyenesen étkezni, hiszen az 92 ezer volt, szemben a mostani 318 ezerrel, hiszen 10 kisgyermekből most már 9 bölcsödében és óvodában ingyenesen kaphat enni. Ez annak köszönhető, hogy a kormány igyekezett erre komoly összegeket is fordítani, és nyilván azért tudunk többeknek adni, mert sokkal nagyobb költségvetési keretet különítettünk el erre. Az önök idejében szokásos 29 milliárd forint helyett, idén 72 milliárdot, jövőre 74 milliárdot. Így ezekből biztosított, hogy mindenki, aki igényli, azok számára meglegyen a keret a szociális étkeztetés biztosítására. És arra is törekedtünk, hogy jobb színvonala, jobb minőségű legyen annak az ételnek, amit a gyerekeknek tudunk adni. Éppen ezért a napi tételét is megemeltük annak az önkormányzati szervezésben levő közétkeztetésnek, amit egy gyermekre fordíthatnak, tehát egy étkezésre vagy egy napi étkezésre is többet fordíthatnak, és sokkal többet biztosítunk fedezetként is a gyermekek számára. Az ön által említett számok, hogy hol van, mennyi gyerek van, az egész egyszerűen annak tudható be, hogy a jogosultak köre az 208 ezer fő a szünidei étkezésnél. Ez az a szünidei étkezés, amire önök 2,4 milliárd forintot fordítottak, 2,4-et, mi 5,3-at fordítunk idén erre, és jövőre már 6 milliárd forint fölött lesz az az összeg, amit erre fordítunk. Ön kevesli az 5,3-at akkor, amikor a saját kormányzásuk idején 2,4 milliárd forintot adtak csak csupán erre. Magam sem értem pontosan, hogy miért hozza ezt föl a parlamentben, hiszen itt aztán egészen egyértelműen számszerűsíthető a szocialistáknak az érzéketlensége a leginkább rászoruló gyermekekkel kapcsolatban. Nos, tehát a számoknak pedig az az egészen egyszerű titka, hogy 208 ezer fő az, aki jogosult erre, aki igénybe veheti, de nem minden szülő vette igénybe a gyermeke után. Mi a költségvetési fedezetet mindegyik gyermek számára biztosítottuk, aki igényelte, az meg is kapta, és körülbelül egy 140 ezer fő lesz az, aki igényli is a gyermeke után. Hogy miért nem teszi pontosan, azt nyilván egyedi esetekben lehet meghatározni, de mi a fedezetet minden gyermek számára biztosítottuk. Köszönöm szépen. Kérdezem, képviselőasszonyt, elfogadja a választ. Köszönöm, elnök úr, nem fogadom el a választ. Államtitkár úr, nem tartja nevetségesnek, hogy több mint 6 év kormányzás után még mindig ilyen válasszal készül? Még mindig elmúlt 8 évezik? Államtitkár úr, mi olyan nehéz ebbe a törvénybe? 2006. január 1-től kezdve kötelező minden önkormányzatnak biztosítani a rászoruló gyerekeknek. Önök végeztek egy felmérést, a gazdasági minisztérium meg az EMMI, hogy 208 ezer gyerek rászorul. Milyen nehéz ebben, hogy ezt a problémát megoldják? Mondja már meg nekem, tudja mi a nehéz? Hogy nem is akarják a gyerekeknek odaadni. Ez a nehéz, mert ha nem akarunk valamit, akkor nem fogjuk megcsinálni, államtitkáról. És akkor jön itt azzal, hogy az elmúlt 8 évben mi volt. Ha van rá pénz, megszavaztuk a törvényt, akkor tessék biztosítani. És államtitkáról még azt a pénzt sem adják oda az önkormányzatoknak, mert nem fedezi a költségeket az önkormányzat. Majd évvégén meg azt fogjuk látni, hogy a gyermekétkeztetési keretben megint maradt 3-4 milliárd forint, amit el lehet osztani majd stadionokra. Hát gratulálok, államtitkáról. Méltányolható indokból sem engedélyezem a kiabálást. Kérdezem a tisztelt házat, hogy elfogadják-e államtitkár úr válaszát. A ház 107 igen szavazata, 30 nem ellenében tartózkodás nélkül elfogadta a választ.